Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 13. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban ízelítőt kaphatnak a közelgő dányi falunapok programjaiból, az ikladi és a hévízgyörki szüreti mulatságok előkészületeiből, valamint az Aszódi Rendelőintézet javára szervezett irodalmi délutánból. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm magazin műsorunkban Godor Lajosné Júliát, dány polgármester asszonyát, illetve szintén sok szeretettel köszöntöm Szamosvölgyi Attiláné Erzsébetet, aki képviselőasszony, illetve a Dányi Művelődési Ház vezetője. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Az apropó, ami miatt meghívtuk a két hölgyet mai adásunkba, az az, hogy Dányban 3 napos falünnep lesz, méghozzá nem kis színvonalon. Miért is fontos ez a dányi falünnep, és milyen múltról beszélhetünk, polgármester asszony? Hát most már 5. éve, hogy megrendezzük ezt a falunapot. Régen is voltak falunapok, augusztus 20-ára kisebb volumenűek, a szeptember utolsó hétvégéjén mindig sportnap volt a faluba, sportoltak régi futballisták a futballpályán, utána volt főzés a futballistáknak, a nézőknek, és aztán úgy gondoltuk, hogy kiterjesszük ezt a rendezvényt falunappá. És ebbe az évben 5. évben ünnepeljük a falunapot, a falunapra meghívjuk a testvértelepülések képviselőit, Gyergyó Csama falva, erdélyi testvértelepülésünk, ővelük 20 éves az együttműködési megállapodásunk. Épp most Péter Pál napján, június 29-én kijártunk a csomafalvi búcsún, ott írtuk alá a testvértelepülési megállapodást újabb 20 évre. Gratulálok! Másik testvértelepülésünk Luka nénye, ővelük nem olyan régi a testvértelepülési együttműködés. Közben voltak kiesések, hiányosságok, de most már reméljük, hogy ettől az évtől velük is teljes kiterjedésű lesz a testvértelepülés, olyan, mint Gyergyó Csoma falvával. Ugye 3 napról beszélünk itt a falünnep kapcsán, ami szeptember 23, 24 és 25-ét jelenti, ez egy teljes hétvége. A pénteki napon mi az, amire várják az érdeklődőket? Milyen programok lesznek pénteken? Hát péntek délután várjuk a testvértelepüléseinket, Csomafalvát, Luka nényét, utána 17:30 Simorka Sándor kávai képzőművész kiállítás megnyitója lesz, és 19:00 a hagyományos séta a faluért keresztől keresztig rendezvényünket fogjuk megtartani, ezek lesznek pénteken. Igen, ha jól tudom, ez már a 4. év, itt Erzsébetet kérdezem, amióta megrendezik ezt a hagyományőrző programot. Miről is szól tulajdonképpen ez a séta? Kik azok, akik részt vesznek ezen? Hát a falu nagyon nagy többsége képviselteti magát ezen a rendezvényen, és 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, az első alkalommal elkísértek bennünket a nagykátai tangoharmonikások is erre az útra. 12 keresztfa van a faluban, és ezeket járjuk végig, tehát a település szinte egész területét végig járjuk, és minden egyes keresztfánál elhangzik egy fohász, egy ima, amit a falu él a hazáért teszünk. Érdekessége talán még ennek a keresztútnak az is, hogy minden egyes megállónál vár bennünket egy tárogatóművész, aki szinte csalogat bennünket a zenéjével a keresztfához. És hát ez egy 12-13 kilométeres séta, amit hát éjfél körül szoktunk befejezni. Bárki csatlakozhat egyébként? Bárki csatlakozhat hozzánk, úgyhogy egyre többen vagyunk. Hol van a kiinduló állomás, és hány órakor lesz, hogyha valaki szeretne csatlakozni? Ezt úgy szoktuk igazítani, hogy a kiállítás megnyitó után indulunk, a művelődési házzal szemben van a Kálvári domb, és onnan indulunk, és onnan kezdjük a sétánkat. Van valami olyan eszköz esetleg, amit vinni kell magukkal az érdeklődőknek? Hát annyira elkényeztettük itt mi a falu lakosságát, hogy mi készítünk előre gyertyákat, fáklyákat, tehát amit odaadunk a résztvevőknek. Tehát egy ilyen nagyon hangulatos esti program tulajdonképpen. És lelkileg teljesen ráhangolódunk a következő napokra.
Hát gondolom, hogy ez eléggé hozzájárul ahhoz a színvonalhoz, ahhoz a töltődéshez, amit a következő napok adnak. De még azt haladjunk ennyire előre, hiszen itt ugye lesz egy kiállítás, ami elhangzott többször. Melyik képzőművész az, akinek a kiállítását láthatják most az érdeklődők? Simorka Sándor képzőművész, ő Káván lakik. Simorka Sándorral a volt polgármester úr régen már kapcsolatba került, ő Erdélybe faragott a Szent Családot, Szent István, Szent Imrét, Gizellát itt, és akkor úgy hozta dányba őt a polgármester úr, mert 2006-ban állt egy szobor, a Nepomuki Szent János szobor a Fő utcán 1700-as évektől, és 2006-ban vandál kezek ledöntötték, összedőlt a szobor, és évekig a önkormányzat raktárába porosodott, míg nem 2010-ben a volt polgármester úr tavasszal elvitte a Simorka úrhoz, hogy mit tudna vele kezdeni. Ő mondta, hogy hát ezt már kültére nem lehet fölrakni, faragott a mintájára egy gyönyörű Nepomuki Szent János szobrot, ezt pedig összerakta, és ez a templom előterébe van elhelyezve, és az idén virágvasárnap szenteltük az újonnan fölújított Fő utca szimbólumának ezt a gyönyörű Nepomuki Szent János szobrot, és hát közeli kapcsolatba kerültünk Simorka úrral, és hát megkértük, hogy a kiállításon, ami már évek óta szintén hagyomány, hogy ő legyen most tájnak a vendége. És ugye a kiállításon pedig különböző munkái lesznek megtekinthetőek. Igen. Hány órakor lesz a kiállítás? 17:30-kor. 17:30-kor, és helyileg hol lesz megtekinthető ez a kollekció? A Művelődési házba várják az érdeklődőket, és utána pedig lehet csatlakozni akkor a keresztútra. Tehát a pénteki program ugye erről szól, és a szombati nap az pedig ugye különböző színes programok jegyében zajlik tovább, amikor is fanfáros megnyitó lesz a reggeli órákban. Mi az, amire számítani lehet a szombati nap folyamán? Hát szombaton a fanfáros megnyitó után elkezdődik a főzőverseny a pince soron. Különböző csoportok, baráti körök, önkormányzat dolgozói, iskola dolgozói, kisebbségi önkormányzat finom falatokat főznek bográcsokba. Mi lesz a menü? Meg van szabva, vagy mindenki egyénileg választ? Hát mindenki egyénileg választ. Az önkormányzat dolgozói csülökpörköltet főznek, és marhapörköltet. Lesz főzés, akik felajánlanak a résztvevőknek is, étkezési jegy ellenébe, úgyhogy mindenki ehet, senki nem jöhet el dányból éhen. Ez az elmúlt években is így volt. Aztán délelőtt egészség, sportműsor, vagy sportprogramok lesznek, és akkor 2 órakor kezdődnek a szabadtéri színpadon a műsorok. Az egészségprogramokkal, ha jól tudom, a Művelődési Házban lesznek megrendezve. Milyen programcsomagból lehet választékot találni, illetve milyen lehetőségek vannak az ide látogatóknak? Most már ennek is hagyománya van, tehát amióta a falunapot rendezzük, minden évben ellátogat hozzánk a Szeretett Fények Közhasznú Alapítvány, tehát a munkatársai, és egész nap félcukrot mérnek, vérnyomást mérnek, igénybe lehet venni különböző masszásokat, ugye teljesen elkényeztetik az odalátogatókat. És ez ugye ingyenes, ha jól tudom, ingyenes, teljesen térítésmentes, igen. Úgyhogy bárki igénybe veheti. Úgyhogy reggel 8-tól már várjuk a vendégeket, és este 5-6-ig. És aztán, ha feltöltődött egészségügyileg, akkor pedig mehet a színpadi programokra, ahol mit is fogunk látni? Hát 2 órakor kezdődik a kezdődnek a színpadi programok, óvodások műsorával, zumba tánc, ez a modern zumbások vannak, igen, aztán lesznek itt ördöngős néptánc csoportunk van, ezek egy kis aranyos helyesek, több csoportban dányi gyerekek, és őnekik lesz a bemutatójuk, lesz a mazsorett csoportnak, nyugdíjas csoportnak. Aztán lesznek vendégművészeink is, a Tápió Szecsői Néptánc Együttes, Mário, egy Big Band. Hűha, akkor a fiataloknak is bőven lesz itt szórakozás lehetőség, illetve a hagyományt kedvelő korosztálynak is. Ugye említett polgármester asszony több helyi csoportot. Ezek a helyi csoportok mióta működnek, illetve hogyan alakult? Itt a mazsorett csoport is megjelent. Ők, ha jól tudom, a Művelődési Házban szoktak próbálni? Így van, a mazsorett csoportunk több mint 10 éves.
annak idején hát szinte egyenként kellett ezeket a lányokat összeverbúválni, mert végül is Erdányban még ismeretlen volt a mazsoret, de mivel hogy van egy nagyszerű fúvószenekarunk, és úgy gondoltuk, jól lenne mellé egy színvonalas kis mazsoret csoport is, hogy megkezdtük a szervezést, úgyhogy 10 éve működnek. Értem, és hát ugye rajtuk kívül aztán lesznek a nyugdíjasok, illetve a néptáncos csoportok, és akkor utána pedig jönnek a vendég előadók. Milyen kísérő programok lesznek napközben még a szombati rendezvényen? Hát a gyerekekről ugye nem szeretünk volna megfeledkezni, egész napos kézműves foglalkozások lesznek a pincesoron, úgyhogy a kicsiktől a nagyokig mindenkit szeretettel válunk, de lesz ugrálóvár, kirakodóvásár, úgyhogy elég látványos lesz, meg szórakoztató. Tehát 2 bogrács kóstoló között a gyerekek mehetnek kézműveskedni, a szülők besegíthetnek. A futballpályán viszont sportrendezvények lesznek, régi öreg fiúk, ilyen hirtelen alakult, összecsapódott futballt kedvelő emberek lesznek, kicsik, bemutatják, hogy a sportegyesületben most kicsit csoportba futballozók mit tudnak, és hát oda is szeretettel várunk mindenkit. Akkor az apukáknak is megvan, igen, a helyszín, igen, ahol megtalálják, igen, a kedvükre való szórakozást, és utcabál is lesz ezen a szombati napon, ha jól tudom, tehát ez is éjszakába nyúló dolog lesz. Hogy szokott zajlani egy ilyen utcabál? A főtéren van, vagy ez ilyen vonulással zajlik? Hogy nem, néz ki? Tehát most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy le lesz zárva az útesnek az a része, ahol a program zajlik, és tehát ott kint az utcán. Tehát a nagy színpadon lesznek a zenészek, és kint lehet táncolni az utcán. És az élő zene lesz szolgáltatva egészen hajnalig, illetve ameddig csak bírják a vendégek. Ameddig érzik magukat az emberek. Hát a Győri Katona Duó fogja a zenét szolgáltatni, és akkor ameddig a vendégek jól érzik magukat, addig fognak zenélni. Addig ők ott lesznek. És a vasárnapi napon is bőségesen lesznek programok, illetve fellépők is. Méghozzá a tóparton, a Szentegyed tóparton. Polgármester azt mondja, miért olyan nagy jelentőségű ez a dányi tópart? Hát nekünk egy irigylésre méltó helyzetben vagyunk, hogy van nekünk ez a dányi tópart. Gyönyörű, aki arra látogat, hát mindenki pozitívan nyilatkozik róla. A tavalyi évtől átkeresztelték az ott lakók kérésére Dány Szentegyednek, és hát a vasárnapi programot ott szeretnénk folytatni, a Tópart Kft. Meghívásának teszünk eleget. Reggel 9 órakor a testvértelepülésekkel, meg a dány községnek a katolikus része egy ünnepi szentmisén venne részt 9 órakor, és utána elmegyünk a tópartra. Közösen? Horgász, igen, közösen a vendégekkel. Hát nem sétával, inkább nem autóval, mert egy kicsit távolabb van, de hát biciklivel is ki lehet jönni. A fiatalabbak fiatalabbaknak, és ott horgászverseny lesz, halászléfőző verseny lesz, délután pedig a dányi ifjúsági fúvószenekar tópart koncertje lesz. Közben ott is van egy sportpálya, ott kézilabda mérkőzésre várjuk az érdeklődőket. Dányi régi kézilabda csapat összeverődik, ilyenkor falunapokra vendégeket hívnak, és akkor... Ismét több vonalon zajlik a vasárnapi program. Igen. A dányi fúvószenekar, ugye elég sokat hallani róluk, ők is gyönyörű sikereket tudhatnak magukénak. Mióta működnek ők? Most lesz jövőre, azt hiszem, 15 éves, és van a zeneiskola, ők alapították a fúvósokat először, és 2009-ben vált ki belőlük egy ifjúsági fúvós egyesület, és hát ők most éppen Görögországba pihennek, felkészülnek a falunapokra, ott is különböző fellépéseik vannak, ők rendszeresen fellépnek Siófokon, nyáron koncerteznek, nagyon jó kapcsolatot ápolnak a gödöllői fúvószenekarral, a sóskúti fúvószenekarral, és hát vannak nekik a tavaszi, a karácsonyi hangversenyei, vagy újévi hangverseny, attól függ. Templomba is tartottak már tornaterembe, és hát mindig telt házasak a fúvószenekar hangversenyei, és hát úgy gondoltuk, hogy minél több vendéget hívjunk oda, akkor most próbálkozunk egy ilyen szabadtéri, reméljük az idő kedvező lesz, és itt a környékbeli lakosok is megnézik a mi büszkeségünket, a fúvószenekarunkat.
Hát bízunk benne. Milyen időintervallumban zajlik, illetve hánykor kezdődik ez a hangverseny? 15 óra 30-kor. És körülbelül egy-két órás? Hát egy-két órás, másfél-két óra hosszát. Mit üzennének képernyőnk nézőinek, hogy miért jöjjenek el? Nyilván nagyon sokat nem kell motiválni már őket, hiszen ezután a színes programcsokor után biztos, hogy mindenki kedvet kapott. De mégis, mi az, ami miatt el kell, hogy látogassanak a Dányi falu napokra? Hát én úgy gondolom, hogy a környékbeliek, akik még nem voltak Dányba, azok nézzék meg egyszer a településünket, akik már voltak Dányba, hát jöjjenek el és nézzék meg, hogy azért a dányiak mit tudnak, nézzék meg a színes programjainkat, a nyugdíjasainkat, az óvónőinknek lesz egy gyönyörű tánca, itt az óvoda óvónői dajkái adnak elő egy műsorszámot, és hát nézzék meg, hogy mit tudnak a dányi gyerekek, az idősek, a felnőttek, kóstolják meg a dányi ízeket, és legyenek részesei a dányi vendéglátásnak. Igen, talán még annyit tennék hozzá, hogy érezzék a dányi vendégszeretetet, mert azt hiszem, hogy aki egyszer nálunk járt, az szívesen visszajön. Az visszatér mindig, akár csak a testvértelepülések lakói. Igen. Hát akkor, kedves nézők, fáradjanak el szeptember 23, 24 és 25-én a Dányi program sorozatra, és nézzék meg, milyenek a Dányi falu napok. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. És köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük. Beköszöntött a szeptember, a térségi szüreti mulatságok ideje. Ezért is hívtuk meg stúdiónkba Hévíz Györkről, a szüreti táncok oktatóját, Katonáné Hegedűs Csillát, valamint az ikladi szüreti jövendő bíróját, Bence Lászlót. Szeretnék érdeklődni első körben, akkor Csilla, téged kérdeznék a Hévíz Györki szüretiről. Mikor lesz a szüreti, és milyen programokkal várjátok az érdeklődőket? Október 2-án lesz Hévíz Györkön a szüreti mulatság. Délben indul majd egy felvonulás, átmegyünk Bagra, majd végigjárjuk Hévízgyörköt, onnan Galgahévízre, majd megint fogunk táncolni egy picit Hévízgyörkön, és este 8 órakor lesz a bál, ahova mindenkit szeretettel várunk. És az ikladi szüreti, László, hogyan alakul? Hát, mi egy órakor indulunk, végigjárjuk a falut, átmegyünk Domonyba, akkor még a téren a kultúra előtt még este 6-ig egy zenegrezes banda húzza a zenét, ott bemutatják az idősebbek rendesen, hogy hogy készül a bor, ledarálnak, lehet mustat inni, fánkot főznek, azt lehet enni, és akkor utána este 7 órakor kezdődik a szüreti mulatság, akire ugyanúgy mindenki szeretettel várunk, akit érdekel. Úgy tűnik, hogy mindkét településen nagyon színes programsorozat várja az érdeklődőket, és már az előkészületek is megkezdődtek. Ugye Csilla, ti hogyan készültök, te, mint néptáncoktató? Hogyan készülsz erre a mulatságra? Mi szeptember elején, ahogyan az iskola megkezdődik, akkor szoktuk elkezdeni a próbákat, mind a picikkel, illetve az idősebb korosztállyal. Esténként vannak, heti több alkalommal, vagy csak hétvégén? Hogyan alakulnak ezek a táncórák? Hétköznap szoktuk tartani a próbákat. A picikkel kora délután, hetente kétszer-két órában, illetve a nagyokkal ezután, szintén kétszer-két órában, este, mikor már mindenki ugye a munkából hazaér. És a koreográfiának a megalkotása az a te saját elképzelésed, vagy pedig közösen szoktátok, hogyan történik ez a dolog? Hát a koreográfiát azt mindig én készítem, de ugye nagyon sok függ attól, hogy mikor mennyien vannak a kisebbek, nagyobbak, ez mindig befolyásolja azért a koreográfiát. Jelenleg az idei szüretire hány fő az, aki most tánccal készül majd a látogatóknak? Közel 130 fő. Oh, az igen, gondolom, akkor ez mind párosan, tehát akkor fiúk, lányok vegyesen. Igen, igen. Szerencsére az a tendencia felénk, hogy mindig egyre többen, máshol ugye a hagyományokból kezd kiveszni. Ugye a fiatalság nálunk mindig egyre több a jelentkező, szerencsére évről évre egyre többen vagyunk. Hogyan alakul a jelentkezői létszám Ikladon? Hát most már tavaly 155 fő volt, de hát még az idén többre számítunk, mert általában mindig a utolsó pillanatban vannak még akik beugrók, csak jönnek, és akkor ugye sok kicsit, nagyon sok kicsit öltöztetnek be egyre többen, és egyre több felnőtt is öltözik be, és akkor tehát szerintem az idén ilyen 160 fölötti létszámra számolunk.
Tehát akkor a korosztály, ha jól értem, így mindkét településen gyerekektől egészen az idős felnőttekig. 50-60 évesekig, tehát most egyre jobban kitolódott a korosztály, és egyre több öltöznek be gyerekek is, mint felnőttek is. Ahogyan László is beöltözött itt a bírói öltözékbe. Milyen tartozékokból épül fel ez a bírói öltözék? Ez különösebben ugye nem nagyon szokott eltérni az egyszeri emberekétől. Jó, ugye csak az, hogy a bíró az kicsit úgymond gazdagabb volt. Tehát ugye jó bársonynadrág, ugye lagos szárú csizma, ugye azért kalapban, ugye most én elfelejtettem, árvalányhajat szoktak tenni, muskátlit, de még felszalagozni, akkor egy kicsit többet, mert ugye a kalapokban a szalagas csak a ünnepi. Minél több színes szalag emeli az ünnepi. Minél több színes szalag legyen, az csak egy ünnepi viseletre volt, a hétköznapra nem voltak szalagok, és ennyi. Te, mint néptánc oktató, Csilla, mit tudnál elmondani, hogy a Hévíz Györki szüretiben a bíró és a bíróné, illetve a kocsmáros, kocsmárosné, mert ugye az is van, kiválasztása hogyan történik, mi alapján? Ki lehet bíró? Nálunk mindig helyi fiatalok szoktak lenni. Igazából nálunk, nem úgy, mint Tikladon, már az idősebb korosztály kiveszett át nekünk, ez a 130 fő, az óvodásoktól a felnőtt 30-35 éves korú fiatalokig zárul be, és nálunk mindig általában az idősebbektől, akik már úgy gondolják, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó szüretiük, és akkor ezzel zárják a szüreti pályafutásukat. Hogy ők a bírók. Hogy ők a bírók, igen. Van-e valami plusz tevékenysége a bírói párnak a szüretinél? A bíró kezdi nálunk a táncot, mindig őre figyel mindenki, majd aztán a kocsmáros, illetve hát a kocsmáros menet közben kínálgat itallal, étellel. A bírónak ugye van egy tekintélye, ő vezeti a menetet. Így lesz ez Ikladon is? Hát így működik, az szerintem minden, ahol ezek a szüreti mulatságok vannak. Jó, mondjuk Ikladon ez a kocsmárosné dolog ugye nincs, mert itt a fiúk kínálják a perecet, a embereknek és a bort is. Ott perec van. Hívisz Jörgön Pogácsa, ha jól tudom. Nálunk a perec van, és akkor... Tehát talán nincs ez a kocsmáros része, ez nálunk nincs Ikladon hagyományban. És ez a perec, meg a bor, vagy ugye a pogácsa, ezek hogyan jutnak el a szüreti mulatságra? Ki az, aki készíti fel a jelenlés, vagy rendelés, vagy hogyan néz ki ez a dolog? Nálunk a kocsmáros pár az, aki felkészül ezzel minden évben, és ők vállalják az ezzel járó költségeket is. Értem. És itt nálunk felajánlásból jön, nem tudom, mondhatom el a neveket, vagy... Természetesen. A Rosenbaud pékség és a Aszódi pékségtől szoktuk kapni a perecet kapni. És a kenyeret is a ebédhez utána, ami van, a gulyásleveshez. Hogy ott ebéd is van, értem. Gulyásleves és fánk, legváros fánk. Hévíz Györkön ebéd? Az hogyan néz ki? Hévíz Györkön nincsen ebéd, illetve olyan formában van ebéd, ez is egy szokássá vált már, hogy a lány mindig a fiút vendégül látja ebédre, és akkor azután indulnak a szüreti mulatságban. Nálunk a felvonulás végén szokott lenni vacsora, amit nálunk a Hévíz Györki önkormányzat segítségével oldanak meg, és akkor a vacsora után szokott kezdődni a bál. Értem. Hogyan néz ki az időintervallum Ikladon, amikor is ugye elkezdődik a szüreti? Jönnek a lovasok, jönnek a táncosok, és akkor hogyan kezdődnek az állomások, a megállók, hogyan történik ez a folyamat? Hát ugye ezt előre megbeszéljük a találkozókon, meg a próbákon, ugye most már meg kialakult ez a hagyományos szokás, hogy ugye kint a gyár felé indulunk, és ahogy jövünk vissza, akkor megyünk át Domonyba menet közbe, ott kint a gyárnál, hát nem is a gyárnál teljesen, ott van egy megálló, aztán Domonyba iskola előtt, van egy megálló, és akkor visszafelé jövünk, és ott volt egy fagyizót, leszállunk, és onnan meg gyalog menettánccal megyünk be vissza a kultúr elé a kocsival, és akkor ott, amíg van zenekar, hétig, addig ott kint zenélnek, táncolunk, ugye is közben egy felváltva, hogy megyünk be, hát ebédnek mondjuk, mert ugye az ember
lányok elkezdenek költözni, azoknak hosszabb idő. Igen. És akkor nem tudnak... Addig a férfiak kényelmesen megebédelnek, megiszik egy gyakorokat. Hamarabb föl tudunk költözni, mint a hölgyek. Tehát a ruhánkból adódóan. Tehát nem a hölgyek lustaságára vonatkozott ez, csak ugye a hölgyekről a sok alsó szoknyát, mikor népviseletben beöltöznek, az egy kis időbe eltelik. Milyen zenekarokat láthatnak az érdeklődők, hogyha ellátogatnak ezekre a mulatságokra? Hát nálunk a Iklodon kint a téren a Iklodi Táncegyüttes fúvó zenekara fog zenélni, de a menettel a Szignál zenekar jön, és akkor a Szignál zenekar tartja este a bált is. És Évisz Györkön? Nálunk idén a Karakter zenekar fogja húzni a talpalávalót. A bálon is, és a mulatságon is. A bálon is, és a felvonuláson is. Lovasok is lesznek, ugye lovas kocsiról szó volt, de hogy külön lovasok is érkeznek a mulatságokra? Az a Szüretinek a rég valma volt, ugye a fiúk azok nem is ülhettek kocsira. Amikor csak az az igazság, hogy most már tényleg nem találni annyi lovat, ahány ló kellene az embereknek, és ugye nem is adják oda szívesen, így a legényeknek, mert a legények azok mind lóháton mentek, vagy betyárnak beöltözve, vagy huszárnak. Régen ez így volt, még az én fiatal időszakomban, de most már ugye ezért emiatt ez csak lovaskocsi. Lesznek lovasok, de ugye azok már ilyen fogadott lóval, akik már saját lovakkal jönnek, és akkor ők fognak beöltözni, és akkor ők mennek a menet elején. Érthető. Évisz Györkön is hasonló helyzet? Lesznek nálunk a táncosok közül is lovasok, betyárok, illetve nálunk is lesznek vendéglovasok szintén. Ők huszárok lesznek, vagy pedig kis külsős huszárok, betyárok? Változatosan, vegyesen. Értem, a boroknak a megléte, az hogyan történik a szüreti mulatságon? Helyi gazdák borai kizárólag, vagy pedig rendelés alapján esetleg hogyan jelenik meg ez a dolog? Iklodon általában azért össze jön egy kis mennyiség, egy bizonyos mennyiség, amit a gazdák ajánlanak, de ugye a nagy létszám és a nagy érdeklődés miatt sajnos ez már egy kicsit kevés, és azért szoktunk azért biztonsági tartalékba venni hozzá, mert ilyenkor tényleg itt én azt mondom, hogy a falu kint van ott a téren, és ugye ott azért nagy mennyiség kell. Itatni kell mindenkit, aki meglátogatja a rendezvényeket. Igen, tehát nem lehet szomjas, hogyha születi, akkor csak bort lehet inni, ugye mondják, hát akkor bort kell inni, és azt meg kínálni kell a vendégeket. Ha már egyszer eljöttek, akkor meg kell kínálni őket. Évisz Györkön milyen borokkal fogják kínálni az érkező vendégeket a betyárok? Nálunk ugye a kocsmáros gondoskodik erről, és mivel ugye helyi kocsmáros van, mindig így a helyi borok jelennek meg nálunk is. Miért lesz érdemes ellátogatni az Ikladi és a Évisz Györki szüreti mulatságokra, mit üzennél, illetve mit üzenne László a nézőknek? Hát szerintem egy színes felvonulás, jó hangulat és kíváncsiság. Akit érdekel. Gyönyörű népviseletek. Hát igen, azért mondom, egy nagyon színes felvonulás, mert sok, ugye azért vannak eltérések egy kis ruhával, tehát nagyon sok színű ruha lesz, nagyon sok féleképp lesznek fölöltözve. Tehát ezért érdemes eljönni, meglátogatni ezt is, azt is, tehát bármelyiket érdemes lesz megnézni szerintem. És Évisz Györkre miért menjenek a látogatók? Nálunk idén is nagyon szép tánccal készülnek föl a fiatalok, és érdemes őket megnézni, illetve este nagyon jó hangulatban szokott eltelni a bál, szintén érdemes oda is eljönni. Hát a helyi borok után ez nem is csoda, amit ugye megkóstolhatnak a kedves nézőink is, hogyha kilátogatnak Ikladra. Melyik napon is? Szeptember 18, vasárnap. És Évisz Györkre? Október 2-án. Szeretettel várjuk kedves nézőinket az Ikladi és a Évisz Györki szüreti mulatságokra. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és köszönöm Csillának és Lászlónak is, hogy itt voltak velünk. Az Aszódi Rendelőintézet jövőbeli sorsáról több műsorunkban beszélgettünk már, ennek kapcsán a Legyen az Ön Szívügye alapítványról is, ami ugye azért jött létre, hogy a járóbeteg ellátást komfortosabbá tegye. Az alapítvány ismételten szervez egy rendezvényt, ennek kapcsán hívtuk meg vendégül stúdiónkba Bartók Anikót, szeretettel köszöntelek, akiről
a jövőbeli rendezvényről fogunk beszélgetni. Anikó, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye te egy ápolónő vagy, aki korábban az Aszodi Rendelőintézetben dolgozott, ám ma már nem, de mégis önkéntesen felajánlottad a segítségedet ennek az irodalmi délutánnak a szervezésében. Hogyan jött ez a felajánlás részedről? Engedd meg, hogy mielőtt válaszolnék a kérdésedre, én is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntsem a nézőket ott a képernyők előtt, és nagyon-nagyon köszönöm a felkéréseteket, hogy ezen a szép délutánon itt lehetek, és válaszolhatok nektek, illetve a nézőknek is a műsorral kapcsolatban. Hogy hogyan jött az ötlet, bizony szívszorító számomra is, mert nagyon fájdalmasan érint az, ahogy a rendelőintézet dolgai ma állnak, és mivel nagyon nehéz anyagi körülményekkel küzdenek, nem a járóbetegellátást, gondolok itt specializáltan, hanem a rendelőintézet úgymond műszaki állapotáról van szó, tehát fel kellene újítani a rendelőt egy picit, magát az épületet, és ebből gondoltam ennek a céljára, hogy egy kicsit besegítenénk ezzel a szép műsorral. Tehát szervezed is ezt a műsort már, ugye részt veszel ezekben a folyamatokban. Egy irodalmi délutánról beszélünk. Mikor is lesz ez az irodalmi délután, és mi az, amit takar ez az elnevezés? Szeptember 24-én délután 3 órai kezdettel. Mit takar ez az irodalmi délután? Tehát irodalmi délután, de milyen kulturális élménnyel szolgáltok majd a résztvevő vendégeknek? Elég sok minden lesz benne, nagyon színesre igyekeztünk alakítani ezt a műsort. Lesznek benne híresebb előadóink, ilyen lesz Muk József, akire nagyon-nagyon büszke Aszód, hiszen az Opera Színház magánénekese Budapesten, ilyen lesz Marik Péter, aki már egyszer volt Aszód díszvendége, és most is elfogadta meghívásunkat, és nagyon nagy szeretettel jön, ő pedig az Operett Színház énekese. Elfogadta meghívásunkat Pásztorka Sándor művész úr, ő pedig a Duna Televízió, Nóta TV, Budapest Televíziónak a magyar nóta énekese. Különlegességeként hagyd mondjam el itt is szintúgy, hogy nagyon sok verset írt Sándor, és nagyon sok magyar nótát is írt, és nagyon bízom benne, hogy a mai alkalommal is egy saját magyar nótával készül hozzánk. És ugye az irodalmi alkotások mellett lesz egy egészen apró, de mégiscsak egy kiállítás, ami tárgyi eszközökről szól majd ezen a délutánon. Mi is lesz ez a kiállítás? Igen, Bagról fognak jönni Kapu Julika és Kapu Lajos, akik elkészítették a nagyon-nagyon szép magyar koronának a másolatát, illetve a koronázási ékszereket. És nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk őket, és nagyon szépen megköszönjük nekik, hogy ebből az alkalomból elhozzák majd ezeket a szép műveket. Úgy tűnik, hogy kifejezetten híres és híres és sikeres előadó művészeket sorakoztattok fel ezen a délutánon, és ugye azzal a céllal, hogy akik részt vesznek ezen a délutánon, esten, irodalmi, tartalmú programon, ezek az emberek ne csak élményt kapjanak, hanem támogatást is adjanak. Milyen formában tudják az ő jelenlétükkel támogatni az alapítványt? Tehát nem belépő jegy lesz, hanem támogatói jegyeket lehet majd vásárolni. Ezeket a támogatói jegyeket most már engedélyt kapott a rendelőintézet, hogy majd a recepción is megvásárolni lehet. És nagyon sok ajándékkal is hozzatérhetnek az ide látogatók, hiszen lesznek apró kisebb ajándéktárgyak, és nagyon nagy megtiszteltetés ért minket még a KDNP elnökétől, Gyömbrőről, Szabó Laci bácsitól, aki 10 darab saját kötetet ajánlott fel a rendelőintézet javára. Aztán lesznek itt még festmények, lesznek ikonok, amelyek megvásárolhatóak lesznek, és bízunk benne, hogy mindenkinek örömet tudunk szerezni ezzel a nem csak a műsorral, hanem az ott kiállított tárgyak megtekintésével is. Ez alapján, ha jól értem, akkor nem csak irodalmi témában, hanem képzőművészeti témában is lesz lehetőség az érdeklődőknek szétnézni, és ugye ilyen tárgyakat, könyveket vásárolni, amivel szintén az alapítványt támogatják.
Említetted a támogató jegyeket. Milyen értékben lehet ezeket a jegyeket megvásárolni? 500 forintos értékek lesznek, tehát ha valaki többet szeretne támogatni az alapítványt, akkor természetesen többet is vehet belőle. Milyen korosztálynak szánjátok ezt a délutánt? Kik azok, akik célzottan érintve vannak ebben a témában? Ez egy nagyon szép kérdés, köszönöm, mert hogy minden korosztályt érinteni fog. Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy a műsor eleje komoly zene legyen, tehát a komoly zenekedvelőknek is. Itt lesz a Kantiámó együttes, akik egyházi kórus dalokat fognak énekelni. Muk József nevét említettem. És egy nagyon nagy dolog történik, ugyanis Karcik Richárd írt egy kamara darabot Turáról, amit nagyon nagy szeretettel fogunk tőle fogadni, és természetesen a műsor elejében nagyon szép versek is lesznek, tehát amelyek szintén ezt a korosztályt fogják úgymond várni, akik a komoly zenével összekapcsolódnak, viszont a második részben a programnak jönnek a sziklodi fúvós zenészek, lesz mesemondónk is, a mesemondó néni az olyan 5-6 éves gyerekekhez fog szólni, de szerintem már otthon a képernyők előtt talán a kisgyerekek is oda fognak kapni így a fejüket, hogy nagyon színvonalos kis meséhez Jutka néninek. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ugye te ápolónő vagy, de azt gondolom, hogy fontos kiemelni, hogy ez a rendezvény itt az alapítvány keretein belül nem az ápolónőknek a tevékenységét szolgálja, hanem ez egy sokkal szerteágazóbb tény, ugye, tehát itt ugye a rendelőintézetnek a felszereltségéről van szó, tehát hogy nehogy azt gondolják itt a nézők, hogy mivel egy ápolónő szervezi a részleteket, ezért az ápolónői tevékenységre irányul az a támogatójegy, amit ők megvásárolnak. Ez így igaz, tehát a rendelőintézet műszaki állapotát tudjuk ezzel a támogatói jeggyel, úgymond támogatni. Tehát mind szeretnénk például új padokat vásárolni majd idővel természetesen, hiszen ettől az első rendezvénytől túl sokat nem várhatunk, de bízunk benne, hogy a folyamatos 12 község segítségével azért folyamatosan tudjuk bővíteni és szépíteni majd a rendelőintézetünket. Hiszen ez ugye mindannyiunk érdeke. Hogyha valaki szeretne a szervezésben részt venni, segíteni nektek, akkor tud-e valamilyen úton, módon ebben segítséget nyújtani, vagy ki tud keresni az ügyben? Megmondom őszintén, most már a szerencsére, háló jó Istennek, nagyon-nagyon sok embert sikerült bevonzanunk, nagyon-nagyon sokan segítenek, és én most ebben nem szeretnék nyilatkozni, hogy pontosan kik, majd a műsor végén eláruljuk a titkokat. Mind a fellépő művészek, a hozzátartozóink, a baráti körünk, az ismerőseink, szinte az volt nagyon-nagyon úgymond felbuzdulva segít, tehát én már nem is tudok olyan civil szervezetet mondani, aki ne ajánlotta volna fel, és nem mozdult volna meg, hogy jövünk és segítünk, és csinálunk, és tényleg olyan felajánlásokat kapunk most ehhez az estéhez, hogy én magam is meglepődtem, és nem is számítottunk volna rá. Mit üzennél azoknak a nézőknek, akik most nézik a műsorunkat, és azon hezitálnak, hogy eljöjjenek-e az irodalmi délutánra, vagy sem? Én azt gondolnám, hogy mindenképpen, hiszen még akikről nem beszéltem, a Breda zenekar is itt lesz Runai tanár úr vezetésével. Itt lesz Herceg Attila is, aki ugye már tudjuk, hogy tavaly, illetve nem is tavaly, bocsánat, összekevertem a két időpontot, hanem idén, január 31-én csinálta nagyon-nagyon szép irodalmi estjét. És hogy még Attila mivel készül, milyen verssel, az még hogy legyen titok, majd ő azt eldönti. Egyébként annyi titkot azért elárulhatok, hogy születtek saját versek, saját költemények, amik szerintem ebben a műsorban egyedülállóak, és bízom benne, hogy ezeket is nagyon-nagyon nagy szeretettel fogják hallgatni, amilyen szeretettel írottak. És ha már irodalom, akkor ugye a meghívón nem csak kortárs alkotók jelennek meg, hiszen egy Adi idézettel hirdetitek ezt a délutánt, ami azt gondolom, hogy elég szívhez szóló ahhoz, hogy a nézők itt képernyők előtt is hallják, és megértsék, hogy miért is lesz fontos ez a délután, és jöjjenek el minél többen.
Akkor én most elmondanám ezt a szép idézetet, amely a meghívónkon is szerepel. Ady Endre Válasz című verséből részlet. Áldott a kéz, mert megadta ez áldott édes biztatást. Áldott a szív, mely némán szenved, s mégis tud vigasztalni mást. És én most ezekkel a sorokkal búcsúznék akkor a nézőktől, és várjuk őket nagyon-nagyon nagy szeretettel, hogy segítsenek az alapítványunknak. És köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy itt voltál. Önök a Porta 13. adását látták. Felhívom kedves nézőink figyelmét, hogy a jövőben műsorunk ismétlését nem csak vasárnap, hanem hétköznapokon is megtekinthetik. További információkért figyeljék képújságunkat, illetve keressék fel honlapunkat. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra! Thank you.